Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Brajer András, műsorvezető, szakértő, társasházi témákban otthon van, itt a heti tévében egy műsora is van. Szép jó reggelt kívánok! Szervusz Péter, üdvözlöm a nézőket! Szia András! Mi történik azokban a társasházakban, ahol a lift már régi, hisz volt egy elképzelés, egy tervezet, hogy kötelesek a lakók kicserélni? Ez félreértés, nem kicserélni kötelesek, hanem kötelesek lesznek 2020-ig olyan állapotba hozni, ami az akkori műszaki szabványnak megfelelő lesz. Magyarul, mit jelent, hogy új műszaki szabványok lesznek? Hát már most is vannak műszaki szabványok. Ugye a szabványokról azt kell tudni, hogy az új telepítésű műszaki berendezéseknél kell figyelembe venni, a régieknél, amennyiben az biztonságtechnikailag nem okoz gondot, akkor még a régi telepítéskori szabványnak megfelelően lehet üzemben tartani ezeket a berendezéseket. Azonban a liftek esetében, felvonók esetében az új rendelet alapján az érvényben lévő szabálynak kell megfelelnie majd a felvonóknak. Ez nem cserét jelent, hanem általában főalkatrész cseréket jelent. Nagyságrendileg 2-4 millió forint per felvonó átlagosan, ezt természetesen nem kell készpénznek venni, mert vannak olyan felvonók, amik már majdnem megfelelnek, vannak olyan felvonók, aminek egy porcikája sem felel meg. Tehát, mi lesz azokkal a felvonókkal, amik majdnem muzeális értékek? Meg lehet tartani a külső megjelenését a felvonóknak. Tehát aknát, akasznit, akaszni burkolatát meg lehet tartani. Az ajtókat kell szabványosítani, a padlót kell szabványosítani, a hajtóművet, a vezérlést, tehát azokat a berendezéseket, nem főképpen a látható berendezéseket. Tehát tulajdonképpen lehet, újat kell beletenni. Hát ezekből igen, de lehet a felvonóknál természetesen törekedni az eredeti külső megjelenés megőrzésére. Miért van ez a rendelet? Biztonsági okok vagy... Mi késztette a törvényhozót arra, hogy ezt, hogy a rendelet megalkotóját, hogy ez most aktuális? Ezt a rendelet megalkotóját kéne megkérdezni elsősorban, de én úgy gondolom, hogy több oka van. Egyrészt a meghirdetett rezsicsökkentéssel kapcsolatban volt egy olyan lépése a kormányzatnak, ami alapján a felvonók kötelező karbantartás ellenőrzésének a kötelezőségét eltörölte, amivel vélhetőleg a felvonók biztonsága nem feltétlenül nőtt. Tehát hasonló dolog történt, mint a kéményseprőkkel? Nem. A kéményseprők esetében csak a szervnek a megnevezése lett más, de ugyanúgy a kéményseprők azért végzik akkor a dolgokat. A kéményseprőkre még visszatérünk később. Tehát akkor tulajdonképpen ez kitolódott 2020-ra? Igen, nem tudom pontosan, most az idő volt szó 2018-ról, majd 2020-ról. Van elég szerelő ahhoz karbantartó, hogy ezt országos szinten egyszerre rendbe tudják hozni? Minden felvonónak van kötelező karbantartója, tehát nem működhet a felvonó karbantartó nélkül. Ugye és ezek a karbantartók elvileg képesek ezeknek a felújításoknak a megtételére. Amennyiben nem, ott természetesen igénybe lehet venni más vállalkozót. Az esetek döntő részében a felvonó karbantartók alkalmasak erre. Ma még nagyon kellemes a levegő, de hamarosan közeleg a tél, hamarosan a hó is le fog esni. Itt a belvárosban, vagy a Buli negyedben külön probléma, hogy kipucolja meg a járdát, de hogy ki fogja majd a havat ellapátolni, illetve mi lesz az ereszekről fejünkre eső hólabdákkal, vagy hótömegekkel, kifelel ezért? Egy érdekes dolgot hagyj meséljek el. 3-4 évvel ezelőtt volt egy igen nagy mennyiségű hóesés Pesten, aminek a következtében több házunkról megcsúszott a hó, ráesett az épület előtt parkoló gépkocsira, amiben a gépkocsikban kár keretkezett. A biztosító megtagadta
akár kifizetését mondván, hogy sem a társasház, sem senki nem tett arról, hogy esett a hó. Természetesen a gépkocsi tulajdonosok beperelték a társasházat. A négy perből négy jogerősítélet született, ami három teljesen eltérő. Az egyik azt mondta, hogy a társasház nem jogképes kártérítési perben. A másik jogerősítélet azt mondta, hogy nem felelős a társasház, itt miért tehet arról, hogy esik a hó. A harmadik meg azt mondta, hogy felelős, mert nem követett el mindent a kár elhárításáért. Amikor kérdeztük, hogy mi az a minden, akkor azt mondta, hogy például nem írtuk ki a házfalára, hogy hó esés várható a tetőről. Tehát ezért vannak nyáron is kiírva, hogy... Igen. A biztosítóval megbeszéltük, és a biztosító felkért minket, hogy az összes házunkra tegyünk ki egy táblát, hogy hóesés esetén a tetőről hó zúdulás várható, mindenki saját felelősségére parkolat, és ez tényleg nyáron kint van. Ebből én következik, hittem, hogy... Nem, ez nem vicc. Ez egy, én szerintem nem feltétlenül jó bírói ítélet következménye. De mondom, nem egységes a bírói gyakorlat sem az adott témában. Abban az esetben egyébként, hogyha a társasház a tető karbantartásával mindent megtett, ami azt jelenti, hogy a tetőn hófogok kellő minőségben rendelkezésre állnak, innentől kezdve nem tud mit tenni, hát az nem várható el a társasháztól, hogy a tetőt letakarítsa. Erre nincsen sem technika, sem ember, aki ezt megtegye. A hótakarítás az egy kicsit más dolog, természetesen a társasház köteles gondoskodni a ház előtti hó eltakarításáról, és amennyiben üzlet van az adott házban, az üzletesek a fővárosi kormányrendelet alapján kötelesek gondoskodni nyitvatartási időben az üzletük előtt a hótakarításról. A várostól a társasházak kapnak valami ipari sót is, ami mindenre alkalmas, csak arra nem, hogy a havat, illetve a jeget elolvassza. Hát ha tudod, hogy hol osztogatják ezt, akkor egyszer sózd meg velem, én nem tudok ilyenről. Lehet vásárolni Akkor sót. Lehet, hogy vásároljuk. Igen. A fásszárú növények védelméről szóló kormányrendelet alapján növények környezetében, ami gyakorlatilag Budapest egész területe, kivéve a szépen felújított új területeket, ott sót, tehát hagyományos értelemben vett sót használni nem lehet, mert ez a zöld növényzetet, a fájszáró növényeket károsítja, ez tényleg ez így van. Arra közlekedő kutyák talpait. Többek között. Csak így már hosszú lett volna a törvénynek az elnevezése. Ezért kálciumkloridot lehet használni, ami környezetbarát anyag, amivel csak két probléma van, többszöröse a rendes sónak, és töredéke a hatásfoka a rendes sónak. Ugye a rendes só az körülbelül mínusz 5 fokig viszi le a víz olvadáspontját, tehát ezzel mínusz 5 fokig lehet jégmentesíteni, csúszásmentesíteni a havat, ezzel a kálciumkloriddal ez töredéke. Tehát gyakorlatilag egyrészt nagyon lassú a felszívódása, és nem csökkenti le a jegesedési pontot. Nincs megoldás. Mielőtt jegesedne, el kell takarítani a havat, hogy ne legyen jeges. Ez természetesen nem minden esetben következik be, mert általában egy takarítók 5-8-10 házat takarítanak, és mire a tizedikre odaér, addigra már kezdheti előről. Persze, tehát... A parkolással kapcsolatban mi a megoldás azon kívül, hogy a táblák kint vannak, ne parkoljunk házak előtt? Nincs igazán megoldás. Tudni kell, hogy ha esik a hó, és nagy mennyiségű hó van, akkor egy sátortetőről, vagy egy ferdetetős házról az sajnos meg tud csúszni. Ezzel a tudattal kell együtt élnünk. Ez a városi létnek a velejárója, ha karban van tartva a tető. Tehát arról természetesen a társasházaknak gondoskodni kell, hogy a hófogók kellő minőségben rendelkezik. Várható, hogy a közeljövőben újabb társasházi törvény jelenik meg? Igen, várható. Nagyon várjuk. Több ponton lesz célszerű ezt módosítani, de én sokkal inkább várom a végrehajtói törvény
módosítását. Az annyit jelent, hogy azok, akik évek óta nem fizetnek közös költséget, és a ház már, a társasház már annak sokszorosát kifizette végrehajtókra és egyebekre, hogy végre meg tud szabadulni a nem fizető lakóktól? Az esélye ennek megnőjön. Nagyon sok olyan lakó van, akinél nem szociális probléma az, hogy hogy sport. Fizet. Sport, úri huncutság. A nem fizetés, mert a legegyszerűbb egy társasháznak nem fizetni, nagyon nehezen tudja a társasház behajtani. Nem véletlenül vetődött fel például a liftek lezárása a nem fizető tulajdonosok esetében. Ma sajnos az a helyzet, hogy a társasház nagyon hamar el tudja érni, hogy fizetési meghagyással jogerős követelése legyen, de egy jogerős követelésnek a végrehajtása ma még nagyon nehéz. Nincsenek kellőképpen érdekelvetéve a végrehajtók a gyors és hatékony munkavégzés terén, viszont mielőtt elkezdenének dolgozni, már kérik a társasháztól, hogy még fizessenek be végrehajtói jelöleget a végrehajtónak, addig nem is hajlandóak dolgozni. Így fordulhat az elő, hogy van olyan társasházunk, ahol van olyan, amelynél cég tartozik 15 millió forinttal a társasháznak, van olyan ház, ahol magánszemély tartozik 10 millió forinttal. Egyszerűen nem tudjuk értelmezni azt, hogy 10 éven keresztül a végrehajtó tűri, hogy halmozódjanak a tartozások. Maga a végrehajtóknak a tevékenysége kritikán aluli, nem mindegyiké. Tehát vannak olyan kerületek, ahol tiszteletre mérte a végrehajtók tevékenysége és hatékony. Tehát én ebből azt tűröm le, hogy ha akarnak, akkor tudnak dolgozni, ha nem akarnak, akkor pedig nem dolgoznak. Többször tettünk panaszt az életékes szervnél végrehajtói tevékenység ellen, és mindig az volt a válasz, hogy a törvénynek megfelelően jártak el. Magyarul a törvénnyel van a baj, élnek, ha nem visszaélnek a törvény adta lehetőséggel. Magyarul behajthatatlan a nagyon sok esetben a követelés, vagy 5-8 évig tart, még a társasház egy részéhez, töredékéhez jut a tartozásnak. Mondom, ezért vannak az olyan speciális dolgok, amikkel a társasházak megpróbálnak lépni, mint ahogy a visszaszállás. És ez sikerül? Vannak hatékony lépések, ilyen többek között, amit mi dolgoztunk ki, ami gyakorlatilag a lakások lakhatásának a használatát próbálja egy picit gátolni. Magyarul megkerestük annak a jogi hátterét, hogy hogy lehet a lakásba menő áramot kikapcsolni. Olyan házaknál, vagy olyan lakásoknál, aminek az adott feltételek teljesülnek, magyarul lehetősége lenne, de nem hajlandó közös költséget fizetni, magyarul nem járul hozzá a közös tulajdonú elektromos hálózat karbantartásához. Ilyen többek között a felvonó korlátozása, aminél csak az használhatja a felvonót, akinek nincs tartozása a társasházra szemben. Ezzel is rá lehet kényszeríteni. Igaz, ezzel viszont, mint a legtöbb szigorításnál, a rendesen fizetőknek az élete is egy kicsit nehezebb, mert hogyha vendége jön, akkor viszont meg kell menni érte, hogy őt is fel tudja hozni a lifttel. Ha orvost hív, akkor meg kell kérni a szomszédot, hogy az orvost hozza fel, mert ő nem tud lemenni, mert beteg. Vannak ilyen problémák, amit kell együtt kérni. Hogy az új törvény, illetve rendelet mindezt segíteni fogja, és jobb lesz az elmúlt negyed órában Brauer Andrást, műsorvezető kollégámat, az öcsémet hallhatták, mint társasházi szakértőt. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm, hogy kíváncsi voltál a véleményemre. Visszavárunk, és bízunk benne, hogy hamarosan újraindul az általad vezetett műsor. És kedves nézőim, most előzetesek, és már is jövünk vissza. Már csak pár pillanat, és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brauer Péter. A Pirkadat mai vendége